Hát letelt az idő, de a gyerekek nem nagyon akarják elengedni Emilit. Mióta ismerik ők egymást? 3 hónapja ismerik egymást, mert 3 foglalkozás volt havonta 1 alkalommal. És nagyon hasznosnak tartjuk ezt a terápiás foglalkozást, mert nagyon sok részképesség területet fejleszt a gyerekeknél, és ezért is gondoltuk, hogy meghívjuk Manyikát a Emily nevű kutyájával, hogy a gyerekeknek megmutassa, hogy milyen ügyes a kutya, és ezáltal a gyerekeket megfejlesz-e. Nagyon jól fejleszti a megfigyelő képességüket, emlékezetet, gondolkodást, a mozgásban nagyon jó hatással van, és még a logopédiai fejlesztésre is jó hatással van, mert megindítja a beszédet, a beszédfegyelmet, meg az artikulációt. Éreztétek ezeket a pozitív hatásokat is az elmúlt időszakban? Igen, éreztük a gyerekeken, sokkal türelmesebbek, jobban figyelnek, és az önértékelésüket is nagyon sokban javította a kutya. Hogyan fogadták a gyerekek, illetve a szülők is, hogy ilyen lehetőséget biztosítatok? A gyerekek is, meg a szülők is egyaránt nagyon örültek neki. És még ki is hangsúlyozták, hogy micsoda öröm, hogy a kutya bejön ide az óvodába, mert vannak olyan gyerekek, akik eddig nagyon féltek a kutyától, így ezáltal megbarátkoznak vele, és sokkal könnyebb lesz a gyereknek az élete, hogyha nem fél a kutyától ennyire. Folytatódik még a program? Hát most ebben az évben már nem, mert 3 foglalkozásból állt, ahogy említettem, ez a terápia, és ez volt az utolsó. Majd jövőre szeretnénk, hogyha megint elkezdhetnénk. Mi valamikor 3 vagy 4 évvel ezelőtt találkoztunk először már Emilyvel, mint terápiás kutyával. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttél ebben az időszakban, az elmúlt években? Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok felé jártatok, nagyon sokféle gyerekkel, csoporttal dolgoztatok. Hát rengeteg pozitív élményem van, és én azt gondolom, hogy nem csak mi adunk Emilyvel, hanem nagyon-nagyon sok pozitív dolog érint minket, nagyon sok szeretetet kapunk, bármerre járunk, és való igaz, hogy rengeteget dolgozunk nyáron is, táborokba, egyébként az egymibe, meg heti 3 órába dolgozik, és ha valahova hívnak, akkor nagy örömmel megyünk. Mi lett számodra a legnagyobb hozadéka Emilynek? Tehát mint terápiás kutyának, mint társnak, biztos vagyok benne, hogy ezen a téren is nagyon sok minden történt. Nagyon-nagyon sok minden. Tulajdonképpen ő a kutyából egy családtag lett. És a férjemen is nagyon sokat segített, ő sokat volt otthon, akkor még intenzívebben dolgoztam, most óraadóként, és neki volt egy társ otthon, akihez szólni tudott. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteget. Meg Emily által, a képzése által én azt gondolom, hogy mi is nagyon sokat változtunk, mert mi ketten, párba, tehát ezt ketten lehet vállalni, ha egy élőlényt magadhoz veszel, és mi ezt ketten végigcsináltuk, és visszagondolva egész másként állunk a világhoz, emberekhez, állatokhoz, növényekhez. Emily mennyit változott az elmúlt 4 évben? Változott-e ő? Nagyon sokat. Egy csavargó, menhelyes kutyából egy fegyelmezett, kiegyensúlyozott kutyus lett. Tehát ragaszkodik hozzánk, ragaszkodik az otthonához, ahol már egyszer voltunk, ott már ismeri a gyerekeket, barátként megy hozzájuk, tehát rengeteget. Dolgoztok az egymiben, és dolgoztok nem sérült gyerekekkel is. Melyik területen mi a legnagyobb hozadéka egy terápiás kutyának? Én azt gondolom, hogy mindenütt plusz dolgot tudunk adni Emilyvel, de természetesen, hogy az elsődleges feladatunk a sérült gyerekek, sérült emberek támogatása, segítése, de nagyon szeretünk többségi iskolákba menni, a héten is megyünk egyszerre. Most Emily nagyon mozgékony volt, nagyon átvette a gyerekeknek a temperamentumát, hogyha lehet ezt mondani. Más képviselkedik ő egy ilyen közegben, mint mondjuk, hogyha elmentek az egymibe, ott dolgoztok, vagy nagyobb gyerekekkel dolgoztok? Igen, természetesen másként viselkedik. Megszokta azokat a gyerekeket, van akivel most 4. tanévet fogjuk már zárni. Ismeri személy szerint, folyosón üdvözli őket, tudja az óramenetét, ismeri a termeket,
és minden gyereket ismer, úgymond, hogy mit lehet vele. Az egymibe a gyerekek is ugyanúgy hozzászoktak Emilyhez, tehát nem egy ilyen újdonság varázsaként hat rájuk, és ők is nagyon élvezik a feladatokat, megvárják. Ott kiszámíthatóbb szerintem számára a foglalkozás vagy az óra. Itt meg való igaz, hogy átveszi. Tehát nagyon érzékenyek a terápiás kutyák, tehát van egy 16. érzékük, ezáltal ők még fogékonyabbak arra, hogy milyen közegben vagyunk. Most több mint 40 percet dolgoztatok. Ez úgy átlagos? Tehát ez a tanórai keret körülbelül, amit ő figyelni tud? Igen, 45 perces órák vannak. Egyébként az időt nem nézem, az iskolába szerencsére csengetnek, és akkor érzi az ember, hogy valahogy most már le kell zárni. Az iskolai óráknak van egy kerete, tehát egy bevezetés, amivel kezdünk, meg befejezzük. És akkor, hogyha még marad is el feladat, akkor is be kell fejeznünk, a gyerekeknek ki kell menni a mosdóba, mert kezdődik a következő óra. A pedagógusnak sincs egyszerű dolga egy ilyen nyüzsgő gyerekcsoporttal. Gondolom, hogy a kutya meg még érzékenyebben veszi ezeket a különböző hatásokat. Igen, érzékenyre. De azt gondolom, ugyanúgy, mint mi emberek, tehát hogyha egy nyüzsgő közegben vagyunk, akkor egy idő után mi is elkezdünk vibrálni, vagy valami. Hát ugyanúgy az Emily is. Most teljesen lenyugodott, el van. Vannak ő neki kedvencei? Nem hiszem. Mindenkihez egyformán nyit, tehát esetleg aki tartózkodóbb, ahhoz akkor nem megyek, és kész. Tehát nem próbálkozik, rögtön megjelzi, hogyha valaki nem szívesen ér hozzá. A közeledését, igen, akkor ő háttérbe szorul. Tehát elvonul. De egyébként minden esetben mindenkihez nyit. Tehát ha sétálunk, akkor is, ha valaki jön, ő akkor már azt gondolja, hogy neki nyitni kell, és hát van, amikor rá kell szólni, hogy most Emily nem. Sűrű a programotok? Hát szerintem elég sűrű. Van, amikor kénytelen vagyok lemondani programokat, mert ütközne egymibe a munkánkkal, úgymond. Marika mondta, hogy ez volt a harmadik foglalkozásotok, és ezzel vége is, erre a tanévre legalábbis. Kicsit értékeljük, hogy foglald össze. Gondolom, hogy nem ez volt az első, amikor egy óvodába eljöttetek, és egy ilyen foglalkozássorozatot csináltatok. Először, amikor eljöttünk, akkor a gyerekeknek beszerettük volna mutatni, hogy mire képes egy terápiás kutya, mi a feladata, hogyan segíti a gyerekeket a tanulásban. Elhoztuk az összes eszközt, amivel dolgozunk, élvezték, és a következő alkalommal egészséghét volt, vagy valahogy, lehet, hogy a következő héten, nem tudom már, akkor az egészséggel kapcsolatos dolgokat, tehát hogy Emily mit tesz az egészségem megőrzésével kapcsolatban, ezáltal őket is védi, akkor ezt megbeszéltük, megcsinálhatták, itatták, fésülték, etették, imitáltuk a külső élősködők ellen a csepegtetőket, megmutattuk Emilynek a egészségügyi könyvét, hogy tulajdonképpen 10 kutyának sincs annyi pecsét benne, mint Emilynek már, megmutattuk a labor papír, tehát a gyerekek lehet, hogy sokat nem értettek belőle, de azért a súlyát igen. Felelős kutyatartásról beszélgettünk, a környezetünkről, vissza is csatoltam a kutyapiszot, mivel a földünk, hogy hogyan védjük, és úgy gondoltam, hogy hamarosan a Földvilágnapja lesz, akkor ebbe a sorozatba belefér.